Nagy volt az érdeklődés a Temerini iskolában. Leginkább a gyerekek számára volt érdekes az ősi magyarok ruházata, fegyverzete és természetesen a jurta felállítása. Teljesen más, amikor akár szép rajzokon is, vagy egy filmben látunk egy jurtát, vagy teljesen az más, amikor bemennek, maguk a fiatalok rendezik be, vagy beülnek, vagy ott tartanak egy órát, vagy egy foglalkozást, és akkor tényleg még átélhetőbben elképzelik az őseiknek a történetét. Nagy megtiszteltetés volt az Anyaországi Hagyományőrző Egyesület számára, hogy Temerinben is lehetőséget kaptak a magyar néphagyomány ápolására és népszerűsítésére. Nagy vágyam volt, hogy eljöjjek Temerinbe. Ugye van ennek egy szomorú aktualitása is a temerini ifjak tekintetében, de nagyon kíváncsi voltam, hogy itt a magyarság hogyan él, mit csinál, hogy ápolja a kultúráját, és nagyon örülök, hogy itt lehetek, mert nagyon büszke vagyok, hogy itt azért itt van egy olyan közösség, ami talán erősebben ápolja a magyar hagyományokat, mint a magyarországi magyarok. A Kókai Imre általános iskola udvarában mindenki lehetőséget kapott, hogy kipróbálja őseink életstílusát. Nagy örömmel tölt el, hogy a klubunk kapott egy ilyen jurtát, mivel is hát gondolkoztunk, hogy próbálkozunk mink is szerezni, venni, csinálni, de igazából nem is rendelkezünk ilyen nagy tapasztalattal, hogy hogyan is lehet ezt elkészíteni, viszont az ára, hogy vegyünk, az pedig elég borsós. A több millió forint értékű jurta a Magyar Turán Alapítvány ajándéka Temerinnek.